A tartományi képviselőház mintegy 40 képviselője vonult péntek délben a belgrádi különleges bíróság épülete elé tiltakozni. A képviselők politikai üldöztetéstől való védelmét követelték. Danas smo predali dopis specijalnom tužiocu Miljku Radisavljeviću, gde želimo od njega da stane u odbranu ustavnog poretka, vladavine prava u Republici Srbiji i da zaustavi političke progone pokrajinskih poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. A megmozdulás Borislav Novákovics, a Demokrata párt tartományi frakcióvezetőinek letartóztatása miatt kezdeményezte a DP. Novákovicsot november 28-án tartóztatták le azzal a gyanúval, hogy 2011-ben és 2012-ben három másik tisztségviselővel együtt mintegy 4 millió euróval megkárosította a városi büdzsét. A megmozduláshoz csatlakozott a Vajdasági Szociáldemokrata Liga is. A VMS elnöksége csütörtöki ülésén döntött úgy, hogy részt vesz a tüntetésben, és kiáll az ártatlanság vélelméért. Svakako želimo verovati u nezavisnost sudova i tužilaštva i želimo verovati da ovo i ovaj slučaj nije obračun sa političkim neistomišljenicima. A képviselők abban is bíznak, hogy az ügyész kiáll mellettük és biztosítja a képviselők védelmét. Amennyiben ez mégsem történik meg, a köztársasági kormányhoz és parlamenthez fordulnak majd segítségért.